Jerzy Buzek, az Európai Parlament elnöke vezette a plenáris ülést, amikor Bauer Edit szót kért. A szlovákiai magyar politikus felidézte, hogy a parlament elnöke is igyekezett közvetíteni a nyelvtörvény miatt kialakult magyar-szlovák vitában. Jerzy Buzek szeptemberben fogadta Szili Katalin magyar házelnököt, majd Pavol Paskát, a szlovák nemzeti tanács elnökét is, és maga is járt mindkét országban. A konfliktus azóta sem került nyugvópontra, sőt, a szlovák kormány elé került végrehajtási utasítás is aggodalmakat kelt. A végrehajtási javaslat kimondja, hogy a törvény legitim célja kizárólag az államnyelvvédelme és támogatása a hivatalos érintkezésben, az államnyelvet használók jogainak védelme. Úgy fogalmaz, hogy ezen jogok védelme legitim célja a fizikai és jogi személyek esetében az alapjogokba és szabadságokba való beavatkozás. Tehát teljesen nyilvánvaló, hogy a kisebbségekhez tartozó személyek jogairól és szabadságáról van szó. Bauer Edit példát is említett, amely jelentősen megváltoztatná az eddigi gyakorlatot. Mindenütt, akár 20%-on fölül, akár alul vannak, csak akkor használhatják kisebbségi nyelvet, hogyha egy harmadik személy, aki jelen van ebbe, beleegyezik. Azt hiszem, hogy ez az abszurditás, ez elfogadhatatlan Európában. Az Európai Uniónak jogszabálya ugyan nincs, ami a kisebbségek nyelvhasználati jogát szabályozná. De Leonard Orbán többnyelvűségi biztos nemrég állásfoglalást adott ki az ügy kapcsán, amely szerint a tagállamoknak minden jogi eszközzel meg kell védeniük az alapvető emberi jogokat, beleértve a kisebbségekét is, és fel kell lépniük a diszkrimináció minden formája ellen.